Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök Filagória című műsorunkat hallják, melynek alcíme a védett közösségi tér. Két jól ismert telefonszámunkon várjuk javaslataikat, észrevételeiket műsorainkkal kapcsolatban. Az egyik, amelyben adásban is elmondhatják észrevételeiket, javaslataikat, a 061-es 489 0999-es, a másik, amelyre SMS-t is küldhetnek, 0630 228 9800. Ma egy különleges beszélgetést hallanak a kedves hallgatók, legalábbis én úgy készültem erre a beszélgetésre. Szuhaj Nóra életterapeutával beszélgetek, akinek ezúton nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt lehetek nála, ugyanis elárulhatunk annyi kulisszatitkot a hallgatóknak, hogy ezt a beszélgetést nem a Civil Rádió stúdiójában készítjük, mégpedig azért, mert én azt gondoltam, amikor készültem erre a beszélgetésre, hogy ennek a beszélgetésnek a témája, a tartalma olyan, hogy sokkal hitelesebb, hogyha nem mikrofonok és fülhallgatók, illetve keverőpultok társaságában egy elszeparált, hangszigetelt helységben beszélgetünk, hanem egy olyan helységben, egy lakásban tulajdonképpen, ahol Nóra a saját közegében el tudja mondani azt, hogy ő mivel foglalkozik, hiszen ez a lakás, ez tulajdonképpen a TET színhelye. Jó napot kívánok, üdvözlök minden hallgatót! Hogyan kerültél kapcsolatba ezzel, amit csinálsz? Ez az életterapeuta kifejezés ugyanis egy elég tág fogalom. Mit akar ez a te esetedben? Az a bajom, igen? Hogy én nagyon nehezen beszélek magamról. Mert az, ahogy én ide kerültem, az egy nagyon hosszú folyamat. Az egy nagyon hosszú tanulási és befelé figyelési és belső út megjárást követő állapot, amit te most itt látsz. Tehát nekem ugyanúgy végig kellett menni az önelfogadásomon, ugyanúgy végig kellett menni a tudás megszerzésén, ugyanúgy meg kellett járjam azokat a belső és külső világtapasztalásokat, mondjuk úgy, hogy össze kellett szedjem az életem bölcsességeit. Mint bármelyik embernek. Egyetlen egy adottságom van talán, hogy belőlem jön az, hogy nagyon szeretem az embereket, és van mindig bennem egy ilyen gyermeki kíváncsiság. Az életterápia az a saját egyéniségünknek és a saját jó utunknak a megtalálása. Mitől lesz jó egy út? Egy út mindig attól jó, hogyha jól érezzük magunkat benne, hogyha harmóniában vagyunk magunkkal, hogyha olyan dolgokkal töltjük a mindennapjainkat, ami a biztonságérzetünket, a jó érzésünket, az egységünket tükrözi, tehát olyan munkát végzünk, olyan emberekkel vesszük körül magunkat, olyan lakásban, olyan közegben élünk, ami minden tekintetben megteremti a belső harmóniánkat. Én abban segítek ezeknek az embereknek, hogy azoknak, akik hozzám fordulnak, hogy ezt a saját belső világukat, a saját harmóniájukat megtalálják. Én alapvetően, amit főállásban csinálok, azt újságírásnak nevezném, mert írok szakmai lapoknak cikkeket, de ez a témája. És az, amit én csinálok, az inkább egy szeretetnyelv, az egy olyan közegnek a megteremtése, ami segít. Például itt a Civil Rádióban is teljesen csak a szeretetre alapulva beszélgetek veletek, mert azt gondolom, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy megtudja, hogy ki az, ami benne lakik, és merre vezet az útja. Mi a tapasztalatod általában, amikor eljön hozzád valaki, akkor... hogyan veszi azt, amit te mondasz neki, vagy hát nyilván egyénektől függ ez, de nagy általánosságban hogyan fogadják ezt a tevékenységet, amivel te foglalkozol? Hogyan viszonyulnak hozzád azok az emberek, akik kaptak már tőled egy pár jó tanácsot? Hát azok az emberek, akik ide jönnek hozzám, azok mindenképpen szeretnének változtatni az életükön. Tehát van bennük nyitottság, hogy mássá tegyék az életüket, hogy feloldják azokat a feszültségpontokat, amikben élnek. Ezért azt gondolom, hogy aki már megtalál engem és eljön hozzám, az mindenféleképpen nyitott a belső változásaira. Alapvetően neked az a szemléleted, hogy minden ember saját magából indul ki, és hogy tulajdonképpen nagyon sok emberben mostanában ugye az egoizmus, az éncentrikusság, vagy én központuság, vagy személyiség tudat az, ami a domináló, és tulajdonképpen ennek a formálásával lehet tulajdonképpen az egyént jobban beilleszteni egy adott közösség vagy adott környezetbe, illetve amit te nagyon fontosnak tartasz, ha jól tudom, ugye az önelfogadás. Igen, és az önelfogadásnak pont az a lényege, hogy az én képemen, tehát az ego képemen, amit én most látok, vagy gondolok magamról, azon változtassak egy kicsit, és ha már itt tartunk, akkor hadd kanyarodjak arra a témára, hogy miért is nagyon nehéz egy egészséges embernek elfogadni azokat az embereket, akiknek valamilyen sérülése van, tehát handicappel indultak az életben. Tudniillik a Filagória című műsort, akik rendszeresen hallgatják, tudják, hogy olyan emberekkel készítjük, illetve olyan embereket szólaltatok meg ebben a műsorban, akik hátrányos helyzetű embereknek, fogyatékossággal élő embereknek segítenek. Ettől lett a műsor alcíme az, hogy a védett közösségi tér, annak idején jó pár évvel ezelőtt, és hát tulajdonképpen, amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor az volt az irányadó, hogy mindenféleképpen érdemes megemlíteni ezt a témát, hogy az egészséges emberek hogyan viszonyulnak a hátrányos helyzetű, illetve a sérült emberekhez, a szemmel láthatóan más emberekhez. Igen, én azt gondolom, hogy minden ilyen viszonyulás kétoldalú. Tehát azok az emberek, akik fogyatékkal élnek, vagy fogyatékkal születnek, azoknak is mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy alkalmazkodjanak ahhoz a közeghez, amiben születtek és mozognak. Viszont nekünk, egészséges embereknek vannak akadályaink és vannak korlátaink. És lehet, hogy most ez egy kicsit nehéz lesz szembesülni azokkal a dolgokkal, amiket én most mondok, de én azt gondolom, hogy az őszintesség jegyében érdemes ezekről nyíltan és szókimondóan néhány gondolatot megfogalmazni. Hangsúlyozom, hogy amiket én mondani fogok, az az én személyes véleményem, a személyes látásmódom és a személyes tapasztalásaimnak a gyűjteménye. Miről is van szó? Arról van szó, hogy az egészséges embereknek van egy önképük, ugye van egy egójuk, ami arról szól, hogy én egészséges vagyok, én szeretnék, bár megtartva a saját értékeimet és a saját különlegességemet, mégis belesimulni egy ilyen közegbe, és amikor szembe jön velem egy külsőleg fogyatékos ember, akkor pont az a látásmód sérül, hogy minden rendben van körülöttem. Mindenki körül minden rendben van, illetve ami nincs rendben, azt meg hajlamosak vagyunk nem észrevenni. És amikor egy fogyatékos ember szembe jön velünk az utcán, vagy a környezetünkben megjelenik, akkor bizony rá kell, hogy döbbenjünk arra, hogy nincs minden rendben. És bármikor velem is előfordulhat az, hogy elvesztem az egyik végtagomat, vagy megvakulok, vagy valamilyen baleset folytán megsüketülök, vagy esetleg egy olyan rejtett betegséget hordozok magamban, ami engem is veszélyeztetetté tesz, és ezt nagyon nehezen fogadjuk el. És ezt úgy gondolod, hogy gyakorlatilag ez egyfajta ilyen belső agressziót vált ki az emberekből, amikor szembesülnek az, hogy úristen, hát én belekerülhetek ugyanúgy ebbe a helyzetbe, vagy belekerülhettem volna ebbe a helyzetbe. Ez nem agresszió, ez egyszerűen félelem. Félelem és a dolgok tisztánlátásának a kerülése. Szeretünk illúziókban élni. Nézd meg a reklámokat, nézd meg az egész életünket, a külsőségekre épít. A külsőségekre és a szépségre épít. Hogy minden rendben van, hogy mindenki mosolyog, hogy minden babapopsi tiszta és száraz, hogy a babák csak csöndben vannak, és a mamák még este 10 órakor is kisminkelve és mosolyogva tudják őket simogatni. Ez egy illúzió. mint ahogy az is illúzió, hogy a világban csak szép és jó dolgok vannak, és arra vagyunk hajlamosak, hogy ne akarjunk erről tudomást venni, hogy igenis vannak sérült emberek, igenis velük egy közösségben kell léteznünk. És mit lehet ez ellen tenni szerinted? Egy ilyen életterápia például erre is választad? Az életterápia az erre pont nem keresi a választ, az én filozófiáim keresik ezekre a dolgokra a választ. Szerinted mi a válasz erre? Másképp kellene nézni ezeket az embereket. Az én filozófiám arról szól, hogy a világban mindenféle ember létezik. Létezik jó, létezik rossz, létezik szép, létezik csúnya, létezik egészséges és létezik beteg. Én minden esetben, amikor találkozom egy ilyen emberrel, aki egy sokkal nehezebb sorsot visel, mint én, és ez lehet sérülés, tehát lehet akár hallássérült, mozgássérült, vagy esetleg szervátültetett, bennem mindig az az érzés fogalmazódik meg, hogy de jó Istenem, hogy ezt nem nekem kell viselni, hanem van egy másik ember, aki viseli ezt helyettem. De ez nem önzés tulajdonképpen, tehát egy picit önzőnek kell lenni ahhoz gyakorlatilag akkor, ha úgy veszük, hogy elfogadjuk a másikat, nem? Nem érzem önzésnek, pontosan annak érzem, hogy elfogadás van benne. Tehát ebben két dolog van, az egyik részemről egy hálaérzés, hogy én egészséges vagyok. A másik pedig egy tisztelet, hogy azok az emberek, akik valamilyen fogyatékossággal élnek, azok küzdenek azért, hogy beilleszkedjenek a közösségbe, becsülettel viselik a sorsukat, tesznek azért, hogy elfogadja őket a társadalom, illetve nem az egész társadalom, hanem az a közeg, amiben ők éppen mozognak. És ez minden esetben tiszteletet érdemel. Nem félelmet, hanem tiszteletet érdemel. A félelmeinknek egyébként a másik oka az ismeretlenség. És én azért vállaltam ebben a műsorban a szereplést, mert az is tiszteletet érdemel, hogy van egy olyan közeg, aki igenis beszél róla, aki igenis kimondja azokat a dolgokat, hogy léteznek sérült emberek, és a sérült emberekkel foglalkozni kell. Minden dolog, ami ismeretlen számunkra, az félelmetes. Félelmetes egy vakembert meglátni az utcán, mert nem tudom kezelni, nem ismerem a viszonyulásaimat hozzá, nincs meg az a napi szintű rutinom, ami ahhoz kell, hogy együtt tudjak vele mozogni. És ezért tartom nagyon jónak azokat a kezdeményezéseket, amik arról szólnak, hogy megmutatják a sérült emberek életét és a világát. A probléma az, hogy a mi egészségesek olyan szinten zárunk a félelmeink miatt, hogy ezekre a programokra nem megyünk el. Ahhoz már szembe kell tudni nézni valamilyen szinten a másságnak a fogalmával és a másság létezésével, hogy én nyitott legyek arra, hogy egy ilyen jellegű programra elmenjek. Van még egy problémánk a fogyatékos emberekkel, nekünk egészségeseknek. Ez pedig egy nagyon mélyen érintő dolog, ez pedig a szeretetadás kérdése. Azt gondoljuk ugyanis, hogy szeretetet adni az borzasztóan veszélyes. Veszélyes egy egészséges embernek is, mert ha egyszer valamit adok, akkor másodszor is el fogja várni. És hogyha másodszor is adom, akkor harmadszor és negyedszer, és kicsúszik a kezemből a folyamat. A fogyatékos emberek azért veszélyesek az egészséges emberek számára, mert egy állandó mementóként szolgálnak arra, hogy úgy tudjunk szeretetet adni, hogy ne várjunk érte viszonzást. És nem tudjuk kontrollálni, hogy mikor elég. Ez megint egy belső tartás kérdése. Nem tudom, hogy mennyire érzed ennek a diszonanciáját. Tehát, hogy úgy adni szeretetet valakinek, hogy azt tényleg önzetlenül tegye az ember, és ne várjon érte hálát, vagy köszönetnyilvánítást. Ugye erre gondoltál? Képzeld el, igen, nagyon jó helyen kotrunk, képzeld el azt a szituációt, hogy van egy egészséges ember, és én a saját jó érzésemből egyszer adok neki valami kedvességet, mondjuk viszek neki sütit, mert úgy érzem, hogy jó lesne. És ez közelebb hoz egymáshoz. De az egészséges ember onnantól kezdve az én elvárásaim szerint úgy éli tovább az életét, ahogy akarja. Egy fogyatékos emberben pedig ott van az állandó kérés. Az egészséges, most csak az egészségesek szempontját nézem, Viktor. Igen. Mert ott van minden nap, minden percben az, hogy rajta segíteni kell, mert más, mint én. És hajlamosak vagyunk a szeretetet mérni. Most adok, most ennyit adok, most nem adok, most hagyjál békén, most én kérek. Méricskéljük a mennyiségét, az adok-kapoknak az arányát, azt, hogy mikor elég, mikor nem elég. Egy fogyatékkal élő emberrel viszont, ha szembesülünk, és a közelünkben van, azt a hatást váltja ki, hogy soha nem lesz elég. Mert amíg él, addig nekem adni kell. És egy olyan világban, ahol nem tudunk önzetlenül adni, és a kell, és az akarok, az nagyon hangsúlyos. A fogyatékos embereknél ez hatványozottan jön elő. Értem. És tehát az egészséges ember, az épember az így érezheti, vagy így érzi. Igen. És ezért sem akarunk szembesülni a fogyatékossággal. És azért mondtam, hogy ez egy kétoldalú párbeszéd kell, hogy legyen. Mert akkor fog egyensúlyba kerülni a mérleg, hogy így fogalmazzak, hogyha a fogyatékos ember valóban mindent megtesz azért, hogy az ő közegében, az ő életében sok mindent meg tudjon oldani saját maga. Mert akkor pontosan, és erről nagyon-nagyon ritkán beszélünk, a szeretet méricskéjéről. Mert akkor az, aki mellette él, az, aki egészségesen el kell, hogy fogadja, annak is hagy szabadságot. Értesz engem? Igen, igen, nagyon tanulságos és érdekes, amit mondtál, és hát jó lenne, hogyha ezt minél többen megfogadnák. Én nem olyan régen beszélgettem, hát ez kicsit más jellegű téma, de a Civil Rádió törzshallgatói nyilván hallottak erről, olyan emberekkel, akik különböző munkahelyeken sérült embereket foglalkoztatnak, alkalmaznak. Mostanában ugye hála Istennek, hogy egyre több olyan munkahely van, amelyik ezt fölvállalja. És az a... Hát nem beszéltek össze egymással, feltételezem, azok az emberek, akik nekem nyilatkoztak, meg egyáltalán ezeken a szakmai fórumokon nyilatkoztak erről, de szinte mindegyikük ugyanazt mondta el. Az a közös tapasztalatuk, hogy nagyon sok munkahelyen megváltozik az egész közösség, az egész hangulat, sokkal figyelmesebbek, toleránsabbak lesznek egymással szemben az épp munkavállalók, az épp kollégák, hogyha egy-két sérült ember, fogyatékos ember bekerül a csapatba. Ezt te hogyan látod? Biztos vagyok benne, hogy így van. De ott van az, amiről az előbb beszéltem, hogy az az ember, aki már fölvállalja azt, hogy dolgozik, hogy pénzt keres, hogy bejár munkahelyre, hogy fölvállalja, hogy az egészséges emberekkel kapcsolatot rétesít, az már az ő részéről megtette azt, hogy nem minden felelősség a környezetére hárul. És itt van valahol talán az egyensúly, hogy igen, oda kell figyelni az fogyatékos emberekre, és a fogyatékos embereket sok szempontból segíteni kell. De akkor van a fogyatékos is a helyén, hogyha tőle legtöbbet Tehát mindent megtesz annak érdekében, hogy ahhoz a közeghez, lásd munkahely, amiről az előbb beszéltél, ahhoz a közeghez alkalmazkodjon, illetve akarjon tenni valamit azért, hogy neki is jobb legyen. Tehát itt két akarat, vagy két szeretet pont kell, hogy találkozzon. Mert akkor az egyik is segíti a másiknak az elfogadását. De még van egy fontos pont, amiről szerintem beszélnünk kell, ez pedig a külsőségek. Azokat az embereket, akiknek belső szervi fogyatékossága van, azokat az embereket sokkal könnyebben elfogadjuk, mint a külső szervi fogyatékossággal élőket. Megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy a mi világunk a külsőségekre épül, a külsőségre és a szépségre. És azok az emberek, akiknek látható szervi problémájuk van, azok pont ezt a harmóniát, látszat harmóniát billentik meg az egészséges emberekben. Az egészségesek szempontjából pedig azt kell mondjam, hogy egyetlen egy út van. Azt kell nézni, hogy a fogyatékos embernek a belsejében, a lelkében, a belső értékeiben mit találunk. Mert a külsőség az mindig csak egy maszk. Vannak szép emberek körülöttünk, az egészségesek között is. Vannak hosszúak, vannak ducik, vannak kicsik, vannak nagyorúak, vannak piszék, mindannyian mások vagyunk. A kérdés az, hogy tudunk-e egy fogyatékkal élő embert is szépnek látni. És megragadunk a külső szépségnél, vagy tovább lépünk-e rajta, és megnézzük, hogy a lelkében, a szívében, a gondolataiban mi az, ami szép. Ez egy nagyon érdekes gondolat volt, és nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtad. A hallgatók tudják, hogy a Civil Rádióban néhány szociális portré és életmód tematikájú műsort sérült emberek, főképp ugye látás- és mozgássérültek kezdtek el készíteni. Így kerültem be én is a csapatba, a Handicaphez, illetve a Filagória csapatába, illetve aztán így maradtam én meg, mint a Filagória házigazdája. És igen, ezt sokszor elmondtam már a hallgatóknak, de aki még esetleg nem hallotta volna, azok kedvéért érdemes erről azt hiszem beszélni, hogy én nagyon sokat köszönhetek a családomnak, azon belül is az édesanyámnak, aki engem mindig az önálló életre nevelt, az önállóságra úgy nevelt, hogy nem lesz mindig mellettem. Emberi számítás szerint egy szülő az sajnos tetszik, nem tetszik, ez az életrendje hamarabb megy el, mint a gyerek. És egy idő után a gyereknek, amikor már felnőtté válik, meg kell állni a maga lábán. Tehát egy gyerek felnő, meg kell állni a maga lábán, nem lehet mindig mellette az édesanyja. Neked erre van egy érdekes hasonlatod, te mit gondolsz erről? Valóban ennyit számít az, hogy egy fogyatékos embert, vagy egyáltalán egy gyereket hogyan nevelnek? Mindenképpen fontos az a külső támogatás, amit a család és a körülöttük élő emberek tudnak adni. Én azt gondolom, hogy bármilyen fogyatékkal élő ember, és ez nem csak külsőleg látható fogyaték, hanem belső fogyatékkal élő embernek is duplán meg kell küzdeni a saját önelfogadásával és a saját helyének megtalálásával a világban. Én azt szoktam mondani, hogy ez egy két lépcsős folyamat, és én egészséges emberekkel dolgozom, és azt is látom, hogy az egészséges embereknek is probléma a saját önelfogadásuk és a helyük megtalálása. A fogyatékos embereknél ez még nehezebb, mert az első lépcső annak az elfogadása, amilyen fogyatékkal él, és csak azután következhet a második lépcső. És én mindig azt szoktam mondani, hogy az a család, az a közeg, amiben fölnövünk, az nagyon fontos, mert igen, kell, hogy hatással legyen, és kell, hogy bátorítsa a fogyatékos embereket is arra, hogy ők merjenek változtatni, és merjenek dolgokat megélni, de azt szoktam mondani, hogy egy elefántot sem lehet föltolni a hegyre, hogyha ő nem akarja. Tehát kell egy belső tartás, kell egy akarat, kell egy én megismerés, és a helyzetnek és saját magamnak az elfogadása ahhoz, hogy eljusson valaki például abba az állapotba, hogy el akarok menni dolgozni, hogy meg akarom élni a saját értékeimet. Lehet, hogy egy csökkent érték, de attól még saját magamhoz képest az lehet, hogy tökéletes, mert ez a legtöbb, amit ki tudok hozni magamból, és ez elégedettséggel tud eltölteni bárkit. Én azt gondolom, hogy ez most itt nagyon jó végszónak. Én nagyon-nagyon szívesen beszélgetnék veled reggelig is, de hát sajnos az a baj, hogy a műsorunk csak fél óra, úgyhogy át kell adnunk a szót, a mikrofont az utánunk következő műsornak. Én nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad, és én remélem, hogy lesz még alkalmunk egymással erről beszélni, akár itt a rádióban is, vagy ha nem a rádióban, akkor egyáltalán az életben. És én nagyon remélem azt, hogy a hallgatók megfogadják ezeket a jó tanácsokat, mert tulajdonképpen amiket te most itt elmondtál, ezek jó tanácsok. Van-e valami így útravalónak zárszóként, amit elmondanál esetleg a hallgatóknak? Egyetlen egy mondat, hogy úgy éljenek, hogy éljék meg a tökéletességüket a mindennapjaikban.